Pamela 10 éven át pitvar fibrillációtól szenvedett, egy olyan betegségtől, amely hirtelen magas pulzusszámot idéz elő. A ritmuszavar 4 vagy akár 24 órán át is fennállt. Amikor 24 órán át tartott, mindössze annyit tudtam tenni, hogy ültem a kanapén. Felhevültem, verejtékeztem, vagy épp rázott a hideg. Nagyon feledékeny lettem, és elképesztően gyengének éreztem magam. Nagyon rosszul voltam, szánalmas állapotban és elerőtlenedve. A gyógyszerek allergiás reakciót vagy mellékhatást okoztak. Így az orvosok ablációs beavatkozást végeztek, de nem jártak sikerrel. Ez idő alatt Pamela és férje Jamie együtt imádkoztak. Imádkoztunk, mert mindig nagyon rosszul volt. Sokszor még arra sem tudott megkérni, hogy imádkozzam, de persze megtettem. Nem tudom, hogy hallotta egyáltalán. Azt viszont tudom, hogy Isten meghallotta. Minden nap nézték a 700-as klub adását. 2015. július 30-án Terry így imádkozott. Valakinél valamiféle szívbetegséget diagnosztizáltak, ami kihat a szívritmusára, kihat az erőnlétére, a légzésére. Isten most meggyógyítja önt. Azt mondta, hogy emeljem fel a kezemet és vegyem át a gyógyulást. Nem szerettem volna elmulasztani, ezért megtettem. Tudtam, hogy az Úr valamit tett, és tényleg így történt. Meggyógyított. A következő orvosi vizsgálaton Pamela pulzusa 150-ről 70-re csökkent. A korábbi betegségének semmi jelét nem tapasztalja. Azóta már hónapok teltek el, és semmi tünet nem jelentkezett. Semmi. Egyértelmű, hogy csoda történt. Egy teremtő csoda, mert ez egy vele született betegség volt, benne volt a DNS-emben. Az Úr teremtő csodát tett a szívem belsejében, hogy meggyógyítson, és én is egészséges embernek érezhessem magam. Azt gondolja valaki, hogy az Úr nem tudja minden pillanatban, hogy merre járunk, hol van a szívünk és a lelkünk, hogy nem ismeri a szükségeinket. El kell határoznunk, és fel kell készíteni magunkat arra, hogy át tudjuk venni Istentől mindazt, amit ő adni szeretne nekünk.